Eredményes évet zárt a Móri Zsigmond Színház, csúcsot döntött a nézőszám és a jegybevétel is, de nem csak a számokban aratott sikert a teátrum, több fesztiválra is meghívást kaptak, ezzel elismerve a művészeti tevékenységüket. Sikeres évet zárt annyira egy házi Móri Zsigmond Színház. Kérják Robert ügyvezető igazgató úgy nyilatkozott, az idei év volt az első olyan évad, amelyet teljes egészében a színház saját szándékainak megfelelően tervezett. Nem voltak a korábbi vezetés által a színházra hagyott kötelezettségeik. A nézőktől számtalan pozitív visszajelzést kaptak, több Facebook bejegyzés is érkezett a színház oldalára. A vendég előadásokat is nagy örömmel és teltházzal fogadta a közönség, a teátrum bérleteseinek száma pedig négy év alatt 30%-kal emelkedett. És vendég a stúdióban kérják Róbert a Móri Zsigmond Színház igazgatója. Jó, napot kívánok, Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt van nálunk. Hát, hogyha már sikerekről beszélünk, akkor mindenképpen beszéljünk egy poszt sikerről. 2018-ban sikerült egy színésznek elhozni az egyik díjat. Így van, tehát a poszt az Országos Színházi Találkozó. Itt méri, a, itt méri össze a tudását nem csak határon belül, hanem határon túlról is a, a legtöbb magyar nyelvű színház. Több száz előadás közül válogatják ki az előadásokat. Itt már nagyon nagy dolognak számított az is, hogy a hét legjobb nagyszínpadi előadás közé került az Illatszertár című előadásunk. És amit még tudni kell, hogy három zsűri van aki bírálja az előadásokat. Van egy szakmai zsűri, egy színés zsűri és egy közönség zsűri. Horváth László Attila pedig a színés zsűritől kapta meg a legjobb férfi alakításért járó díjat. De hogy tovább folytassam és tovább büszkelkedjek egy kicsit, a közönség pedig a legjobb előadásnak járó díjat adta magának az előadásnak, tehát két díjat is sikerült elhoznunk erről a fesztiválról. Ehhez gratulálunk mindenképpen. Köszönjük szépen. Akkor, amikor egy előadást műsorra tűznek, akkor már úgy nagyjából lehet gondolni, hogy ez azért eléggé sikeres lesz, és akár a szakmai, szakma is elismeri. Alapvetően a, a zenés, illetve a vígjáték előadások azok, amik nagy közönség sikerre számíthatnak. A drámai, komolyabb előadások pedig legtöbbször a szakmának keltik fel a figyelmét. Most ebben az esetben egy kicsit különlegesebb volt a, a helyzet. Itt nem csak, hogy a közönség ö, talált egymásra a darabba, hanem a szakma is úgy gondolta, hogy ott van a, a legjobbak között a helye. A Nézők részéről egyértelmű megerősítés volt, hogy most az évad végén csináltunk egy Facebook szavazást, ahol a közönség az illatszertára tette le a voksát, illetve a legtöbben erre az előadásra szavaztak. A szakmára visszatérve pedig nem csak a posztra kapott meghívást az előadásunk, hanem egy-két nap múlva Budapesten a Városmajori Szabadtéri Szemlén is megmutathatjuk magunkat, ide pedig hat előadást válogattak be mindössze. Szakmai szemmel egyébként mit jelent, mennyire jelent pluszt egy tátrum ilyen szintű megdicsérése? Mindenképp nagyon fontos. Én első pillanattól kinevezésem óta ezt hangsúlyozom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a közönség szeresse a színházunkat. Ez bizonyítja a növekvő bérleteladás, illetve a nézőszám növekedése is, de ezzel csak úgy tudok igazán elégedett lenni, hogyha a szakma is ezt megerősíti. Ennél nagyobb megerősítést, mint hogy két ilyen neves fesztiválra meghívták ezt, elő, ezt az előadásunkat, illetve más fesztiválokra más előadásainkat talán nem is lehet kapni. Beszéljünk akkor még erről a más fesztiválokról, pontosan hová kaptak meghívást a Most Fesztiválra kapott meghívást a Carmen című előadásunk, illetve szintén a Carmen című előadásunk kapott meghívást a vidéki színházak találkozójára, ami szeptemberben lesz. Úgyhogy öm, azt mondhatom, hogy az országban 5-6 ilyen fesztivál van, ebből egyik a Vidor Fesztivál, ahol a vígjátékok mérik össze a tudásukat, de négyen ezen ö, ott vagyunk, tehát nehéz ö, ezt túlszárnyalni. Nemrég volt az évadzáró, és hát ugye ilyenkor azért szokás mérleget vonni. Ön hogyan értékeli az elmúlt évadot? Hát már részben ugye akkor a díjak kapcsán beszéltünk erről, de ön hogy látja, mint igazgató? Hiszen itt azért más tényezőket is figyelembe kell venni. Igen, nagyon fontos volt számomra ez az évad, mert itt az előző évadhoz képest már nem voltak olyan kötelezettségeim, amik a, az évad összeállítás szempontjából rám valamiféle kötelezettséget róttak, tehát itt már a kollégáimmal teljes egészében úgy alakítottuk ki az előadásokat, úgy választottuk ki a rendezőket, ahogy a mi ízlésünknek megfelelő volt, és hát a, a közönségnek a, a szeretete az abszolút az első előadástól, a Sherlock Holmes-tól az utolsóig a balekig érezhető volt. Egy-két nap alatt elfogytak a bérletszünetes előadásra a jegyeink, Növekszik folyamatosan a, a Facebook követőink száma, meghívtak minden neves fesztiválra, tehát színházigazgatóként nehéz ennél többet elvárni. Meg is fogalmazódott bennem, hogy ennél magasabbra hova fogjuk tudni tenni a, a létszet, de van néhány ötletem még, amivel ezt talán tudjuk majd fokozni. És ha jól tudom, akkor azért több rekordot is sikerült megdönteni, tehát ugye a bérletesek számát van, tekintve. A bérletesek számát, az össznéző számot, tehát ami magába foglalja a bérletszünetes előadások számát, ami ö, számomra, mint volt gazdasági igazgató, szintén fontos, soha ilyen magas jegybevételt nem sikerült elérnünk. Tehát ezek mind olyan mutatók, amik azt mutatják, hogy talán jó irányba megyünk. Apropó egybevétel, akkor prosperál a színház? Abszolút. Gazdaságilag rendben van. Mindenképpen. Természetesen itt nem csak a saját bevétel, ami nagyon fontos, az önkormányzati segítséget is ki kell emeljem, állami támogatásunk is jelentős, és hát pályázatok útján is kiegészítjük azt a, azt a részt, ami, ami esetleg hiányzik. Gondolom már ilyenkor azért tervezik a következő évadot? Elég hát jelvősen. sőt, a következő évad megtervezése az előző év szeptember- októberében megkezdődött. Januárban gyakorlatilag kész voltunk a következő évaddal, és februárban már a, a színész kollégáknak úgy ajánlottunk szerződést a következő évadra, hogy pontosan tudták, hogy melyik darabban milyen rendezővel és milyen szerepet fognak eljátszani. Uh, tulajdonképpen nincs már dolgunk a következő évaddal. És akkor lehet róla beszélni? <laughs> Természetesen nyilvánosságra uh, hoztuk az évad zárón a következő évad előadásait. A Meseautó című előadásunk már egy házi nyilvános főpróbán már bemutatásra került, és hát nem nagy titok, nagyon nagy közönség sikerre számítok. Ezt a szabadtéri színpadon már meg fogjuk mutatni, de utána a bérletes előadásaink közé is bekerül. Aztán a második előadás szintén egy nagy rendező visszatérésével fog indulni. Zsótér Sándor fog egy Agatha Christie, Krimit a gyilkosság meghirdetve című darabot rendezni. Majd újabb visszatérő lesz egy korábbi direktor, Verebes István fogja a Balfácánt vacsorára színpadra állítani. Ezt követően Szikszai Rémusz egy Dragomán György darabot a Kalucsnyit rendezi, és végül a főrendező kollégám Göttinger Pál a Bob Herceget állítja színpadra, tehát egy nagyon színes változatos nagyszínpadi évaddal kezdünk, vagy folytatjuk a, a munkánkat. Krúri Kamarában pedig a Keresztes Attila rettenetes szülők című darabja lesz látható, ennek szintén már megvolt az előve mutatója majd Shakespeare Macbethjét horvát illéstől láthatjuk, Simon Kornél fogja az Oscárt megrendezni nálunk, és végül egy újabb visszatérő Tasnádi Csaba pedig Csehov a manóját fogja színpadra állítani. Egy évaddal kapcsolatban azért mindig szokás feltenni a kérdés, hogy hogyan, össze, hogyan fog összeállni az arányok, tehát vígjáték, dráma és a többi, és a többi. Most mi alapján tervezték, hogyan vannak az arányok? Hát ez, ahogy a, a, két évvel ezelőtt az igazgatói pályázatomban leírtam, ehhez szóról szóra tartom magam, tehát ugyanúgy a, a három könnyedebb e, előadás mellett a két kicsit komolyabb, tehát a, a meseautó, a balfácánt vacsorára és a Bob Herceg számít a könnyedebb zenés vagy vígjáték kategóriába, és a gyilkosság meghirdetve és a kalusni pedig a, a komolyabba. Akkor ezek a tervek továbbra is maradnak. És továbbra is. Ez... Én úgy gondolom, hogy ez működik, és a közönség abszolút ezzel elégedett. Mi a helyzet a szabadtéri színpaddal? Természetesen ott is minden a terveknek megfelelően alakul, már ami az előadás részét illeti, tehát ott a autó készen van, akár már holnap be lehetne mutatni. Ha a színpad is készen lenne. Ha a színpad is kész lenne, de annak sincs sok híja, Várhatóan egy héten belül átadásra kerül a, a szabadtéri színpad. Itt az építési munkák elsősorban, amik befejezésre kerülnek. Ezt követően a technikának a tesztelése, üzembehelyezése, illetve a kertészeti munkák várhatóak. Tehát augusztus 18-ára kész kell, hogy legyen minden. További sok sikert kívánunk! Köszönjük azzal. szépen! Köszönjük, hogy itt volt!